Szombat kora délután Dobsai Benedek Ferences Rendi Tartományfőnök mutatott be gyászmisét a kórházkápolnában az egykor nagy Kanizsán szolgáló szerzetesek lelkiüdvéért. A szertartást követően újra temették a Kanizsán szolgálatot teljesítő utolsó nyolc Ferencest. Miután megáldotta az új sírt a Trippanmer utcai temetőben, Benedek testvér elmondta, a kanizsai ferencesek mindig köztiszteletben álltak a délzalai városban. A testvérek itt imádkozó emberek voltak, de lelkipásztori munkát is nagyon sokat végeztek, és általában, ahogy a többi helyünkön is, azt lehet látni, hogy akik itt szolgáltak, azok valóban a népbarátjai nép, nép voltak, olyan emberek, akik tudtak valóban az emberek között munkát végezni, emberi módon jelen lenni, sokszor akár barátként jelen lenni, nem csak lelkipásztorként. Nagykanizsa lelki életét a 15. századtól kezdve négy rend határozta meg. Közülük is kiemelkednek a ferencesek, hiszen a török idők után sem hagyták magára a délzalai várost. A kripta renoválási munkáinak elindítását Szűcs Imre atya a felső templom plébánosa szorgalmazta. Itt szolgáltak hosszú időn keresztül, tehát a ferencesek, a piaristák és az irgalmas nővérek, a három rend közül kettőnek rendben volt a temetkezési helye. A Ferenceseké volt az, amely, hát mondhatni azt, hogy gyalázatosan nézett ki, és megkerestem a tartományfőnök urat, hogy Közösen, ha lehet, és adja hozzá az engedélyt, újítsuk föl, és valóban hallófülekre talált ez a kérés. Az utolsó nagykanizsai Ferences Angelus atya volt, aki haláláig 1981-ig szolgált a városban. Ma már ő is szolgálatához méltó kriptában nyugszik.